Hölgyeim és uraim, akusztik legendák az M2 Petőfi TV-n. Egy azonnal felismerhető hang. A hazai könnyű zenei világ egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású énekesnője. Színpadon Kovács Kati! Köszönjük szépen! Azzal kellett volna kezdenem, hogy most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni. Nagyon sok protokoll előadáson vettem részt, és rájöttem, hogy az nem az én műfajom. Én inkább énekelni szeretek. Az legalábbis megnyugtat, felpörget, és fogalmam sincs róla, hogy hogy kell énekelni. De nagyon szeretek. Most kéne összevezni, egyszer sem visszanézni.
Köszönjük szépen. Amikor az embernek lámpaláza van, akkor meg szoktam kérdezni, elnézést, beszélnek magyarul? Beszélnek mindenki, ismeri ezeket a dalokat, senki, ugye? Akkor egy újszülöttnek minden vicc, úgy azt akartam mondani, hogy ez úgy hangzik, mintha biztatnám a fiatalokat, de végül is biztatom őket, úgyhogy hajrá fiatalok! El ne hagyd magad, című dalunk következik. Van, aki esetleg kitalálta, hogy mi ez? Egy hangosarcú kisgyerek. Én tudom. Föl van írva. Egy hangosarcú kisgyerek, nem ismeri az életet, mi bármit mondunk, hisz nekünk a példakép az életünk. De mit gondol, ha mással lát, ha rádöbben, hogy elhagytál, s ha megkérdezi, többé nem szeretsz, csak szív.
Azzal szoktam szórakoztatni a kollégákat, hogy megpróbálom eltalálni a dalok hangnemét. Stimmel. Jó hallása van a billentyűsünknek. Azt mondja, hogy ez egy fesztiválgyőztes dal, méghozzá Kék az ég és zöld a fű, talán így jobban ismerik. Írországban nyertünk vele fesztivált, akár hiszik, akár nem, bár a szövegét nem tudta a többi versenyző társam, de a zenekar, akik egyébként az Eurovíziós fesztivált is kísérték, Kelehen karmester úr vezényletével, mindannyian tudták a dallamot, és azt mondták, hogy ez jellegzetesen magyar. Én ezt nem tudom megítélni, mert itt nőttem fel, és jellegzetesen magyar vagyok. Nagyon komoly dal következik, szerzői Lehr István és Demjén Ferenc. Egyébként Demjén Ferenc az egyik kedvenc énekesem, hanem az egyetlen kedvencem talán, vagy a legkedvesebb, azt is mondhatnám. Azon kívül, hogy csodálatosan énekel, nagyon szép szövegeket is ír. A zeneszerző pedig olyan szép dallamot írt, hogy akár azt is mondhatnám, olyan, mint egy igazi imádság. Így legyen. Én már annyi mindent elfeledtem, felejtettem.
Köszönjük szépen. Igaz, hogy lassan itt a tél, de nekünk még van egy indián nyarunk. Mindig abban reménykedünk, hogy fölébredünk, és körülbelül plusz 20 fok lesz. Ez lehet, hogy már csak tavasszal lesz, de addig is nosztalgiaként következzen az indián nyár. Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt. De azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt hogy hívják? Indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingerem megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta, egy század. Egy örökké valóság. Attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol van most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékszem a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy század, egy év. Az indián nyár.
köszönjük szépen. Akár hiszik, akár nem, lassan leesik az első hó. Gondoltam én egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, stimmel. Leesett az első hó, úgyhogy mi sem természetesebb annál, hogy Hullahó a Kéklőhegyeken című dalt el kell énekelnünk, nem? Olyan szép dal, és olyan szép lesz, amikor majd autóval megyünk egymásnak, elcsúszunk az utakon, egyik szebb, mint a másik. Hát ezek az asszociációk, amik eszébe jutnak az embernek. Ezt csak azért mondtam, hogy a zenekart elszórakoztassa. Különös, megállsz egy idegen utcán, egy idegen városban, ahol élsz. Körülötted száz cikázó reklám, de te máshol jársz gondolatban, s amit látsz, oly valószerűtlen az egész. Egy pár jóképű fiatalember, kinek énekeljem? Kinek? Ja, azt mondja a kollégám, hogy neki. Majd, ha megtudja a feleséged, ne félj, lesz, kapsz. Akkor tehát következik a találkozás egy régi szerelemmel, akinek nem inge, ne vegye magára. Ellenséges szemmel a változás, mi rajtad látható.
rossz rendezvous, de megbocsátható. Egy torz mosolyjal búcsút int az ember, miközben érzi, sírni volna jó. Szépen köszönöm. Vannak dalok, amelyeket már elfelejtettem, amikor elénekeltem, 500 valahány dalt énekeltem, és nehéz megjegyezni, hogy melyik volt az, amit egyszer-kétszer énekeltem. De az én kedves kollégám, ott van középen a fiatal ember, Horváth Tibor kollégám, azt mondta, ő a Horváth Tibor, tapsolják meg nyugodtan. Gyönyörű hangja van, olyan hangja van, mint a Frank Sinatra-nak. Én mondhatom bármit. Mondhatok bármit, nem? Azt mondja, hogy énekeld már el azt a dalt, aminek az a címe, hogy De furcsa ez a világ. Mondom, én ezt énekeltem valaha. Igen, megmutatom neked. Mondom, ez az én hangom, az már kétségtelen. De olyan, ez körülbelül 30, hány éves dal? 35 éves dal. Szóval annyi, mint én vagyok. Igen. 35 éves dal, és olyan, mintha ma íródott volna, arról szól, hogy az ember kinyújtja segítőleg a kezét, és nem kap mást cserébe, csak néha értetlenséget. Hát nem kell ezt komolyan venni, de egy biztos, hogy sok igazság van benne, de furcsa ez a világ, akkor is és most is furcsa. Thank you.
messze járnak. S én itt maradtam szinte egymagam. Most fájó szívvel búcsúzom, és könnyezem talán, de mégis megyek álmaim után. Köszönjük! Szoktam irkálni szövegeket, ennek egészen prózai oka van, hogy külföldi dalra nincs magyar szöveg. Gondoltam, hogy mégis Magyarországon élünk, legyen ennek magyar szövege, megírtam a szövegeket. De volt egy dal, amit megírtam a szövegét, aztán valahogy soha nem énekeltem el, mert volt egy szőke kislány, aki mindig azt mondta, hogy neki férfi kell, neki férfi kell. És arra gondoltam, hogy legyen az övé úgyis fiatalabb, mint én vagyok egy-két évvel. És aztán most valamelyik nap eszembe jutott, hogy de hiszen olyan jó kis dal, az a cím, hogy Nekem valaki kell, a Grease című filmnek az egyik betét dala, és hadd ismerjék meg ezt a dalt is, bár egy kicsit, hogy is mondjam, csak időbeli eltolódásban van részem, mert amikor ezt írtam, akkor én is, hogy vagány kis fiatal csaj voltam, és azt mondtam, hogy nekem valaki kell. Régi szép idő. Bye.
A legnehezebbje következik. Elénekelni nagyon nehéz, de meghallgatni talán nehezebb. Add már, Uram, az esőt. Már meg sem merem kérdezni, hogy énekeljem, németül, angolul vagy magyarul. Itt Magyarországon azt mondják, magyarul? Jó, legyen. Az az igazság, hogy kavarognak az emlékek bennem, és amikor Németországban ezzel versenyeztem, akkor szó se volt arról, hogy magyarul énekeljem, de nyilván magyar dal volt, és nagyon könnyű volt elénekelni, mert állandóan oda képzeltem a magyar szárazságot, de most, hogy ilyen őszies idő van, nem tudom, hogy nem bűn-e elénekelni. Nem baj, majd áttesszük jövőre a szárazság idejére. Ott már, Uram, az eső! Köszönöm. Köszönjük Kolta Péternek, hogy velem gitározott és énekelt, és meghallgatta, amit én énekeltem. Gyere már, hajolj meg! Igen. Várjál, csak így kettesben meghajolunk. Tessék, Kolta Péter, gitáros. Ha már itt tartok, hadd mutassak be mindenkit. Sajnos nem hiszik el, hogy milyen furcsa, hogy itt ülnek a színpadon velem szemben. Egyfolytában azzal az érzéssel küzdködöm, hogy önök mit énekelnek? Szólamokat énekelnek, vagy fődallamot. Hadd mutassam be az egyik billentyűsünket, ezt az icipicit, bűbályos, nagyon szeretetre méltó embert. Azért mondtam, hogy icipici, húzz arrébb magad, Peti. Megmutatom, hogy mekkora nagy gyerek. Azt mondja, hogy Molnár Levente áll mellettem, tessék, parancsoljanak. Nagyon sok felé lehet látni a Leventék. A kezedet lehetne kérni, igen. Nem egészen komolyan gondoltam ezt a kezet, hogy csak azért, hogy visszabújjak a cipőmbe. Tudják, mi a legnehezebb az éneklésbe? A kábelek. A színpadon ez a rengeteg kábel. Azt mondja, hogy a fiatalembert bemutattam, Leventét, Kolta Petit bemutattam, Robi ott ül hátul, ő a felelős a hangomért. Szia Robi, köszönöm szépen! A dobosunk nemrég kísérte Andrea Bocellit, aztán Morricone-val együtt dolgozott, Nagy Zsolti. Nagy Zsolt, köszönöm szépen!
Imádom, ahogy játszik a basszusgitáron. Kolta Gergő. Pusztán névrokonság, de lehetne akár az unokám is. Kovács Feliciano. Őt mindenkit lehet látni a televízió különböző adásaiban. A Monarchia együttes tagjait szeretném bemutatni. Innen kezdeném, jó? Kürner Krisztina. Krisztina, köszönjük szépen. Gyurkovics Csaba. Nagy mókamester, mindig mosolyog. Köszönjük szépen. Pomozi Borbála. Bori, köszönöm szépen. És az együttes vezetője, akinek a világ legszebb hangja van. Andrea, ha nem mondod be az embereknek csak annyit, hogy jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Schuster Andrea most vékonyra fogta a hangját, de így szokott minket ilyen rocker hangon üdvözölni. Köszönöm szépen a Monarchia együttesnek, és a lányokat is szeretném bemutatni. Azt mondja, hogy innen sorban megyek. Szinyéri Tündi énektanárnő. Bősze Bea énektanárnő. Horváth Tibor a társadalom biztosítás egyik vezető embere. Horváth Tibi. Ez így igaz. És a művész nevén Vicky Turner énekes kolléganőm. Köszönjük szépen. Szólj rám, ha hangosan énekelek. Egy, kettő, három és... Felkeltett a reggel, te még aludtál. Boldogult a szívem, te még álmodtál. Elhúztam a függöny, káprázott a nap. Majd megvakította a fénysugara. Nagyon szépen köszönjük. Egyik legmarkánsabb dalom volt a Rock and Roller című dal, úgyhogy fogadják sok szeretettel, és azt szeretném mondani, hogy Rock and Roller kaphatnék, egész
szépen köszönjük. Azt is mondhatnám, hogy ez a nap az én napom. Lassan kezdek behangolódni, úgyhogy kezdhetjük a műsort. Tekintsük ezt főpróbának, jöjjenek el holnap is. Legalább még 5-10-szer szeretnénk elénekelni ezeket a dalokat a közeljövőben, de reméljük, hogy így is emlékeket ébreszthettünk, és jól érezték magukat, úgyhogy szóljon az a dal, aminek az a címe, hogy ez a nap az én napom. Gyere, ülj mellém, ugyanúgy, mint rég. Gyere, mondj el most, nekem 100 mesét. Ami megtörtént, ami rossz vagy jó, amit átéltél. És a holnapról, meg az álmodról megtennél. Most legyen a vokált külön meg lehet tapsolni. Köszönjük szépen! A Monarchia együttes. Köszönöm szépen! És a nagyszerű srácok. Köszönöm szépen mindenkinek. Nem jöttek ide mellém? Nem. Akkor még egyet kell énekelnem. Azt mondja, ha legközelebb... Ha legközelebb lát...
köszönjük szépen! Ha már ilyen lehetőségünk van, hogy vonó zenekarunk van, akkor megpróbálunk egy olyan dalt elénekelni, amiben ők dominálnak. Övék a főszerep. Köszönjük szépen, éjszakáról éjszakára! Nagyon szépen köszönjük, kedves vendégeink, kedves televíziónézők, sajnos el kell búcsúznunk, jönnek a fiatalok. Köszönjük szépen a kedvességüket, mindenkinek lehetőséget. Szervusztok, viszontlátásra!